centaurok társaságában megpihenni tért egy fa tövében. Csak akkor kelt fel, mikor már beesteredett és a többi lény elment. Ekkor zajt hallott a tisztás másik végéből, de már késő volt rákatni, mivel egy vadász rátalált és kioltotta életét. Most eljött közénk, hogy feloldozást találjon megsebzett lelkünk. Kérlek, gyere! És így, hát nem tudom, otthon volt egy küzdöm, és a többit azt én csináltam, a nyilat, a zagancsot, a sálat, a tisztafodros bügyit is minden. Lényegében akkor az egész ruhát te csináltad, a meglévő képek a nyomok alapján, tehát amit hozzáférted gyakorlatilag. Igazából igen, de meglévő képanyag nem volt, mert az egészet én találtam ki, szóval ez alapján csináltam meg, de előtte már meg volt pár darab. Zsűrinek bármilyen kérdése? Jól látom, hogy ágból van a szarvas. Igen, ez egy nagyon vicces történet. Igazából megcsináltam drótból, kurhabból, papírmeséből, és kivittem az erkélyre, hogy lefessem, és lefújta a szél a negyedikre tegnap. Ezért gyorsan ki kellett valamit találni, szóval igen, ágból van. És a ruhát is csináltad, te vartad? Igen. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük, és...